mert az Orbán kormány meg nyilván azon dolgozna, hogy szeretné ezeket a pénzeket hazahozni. Nem, nem erről van szó. A demokratikus koalíció azt szeretné, hogyha az uniós pénzek megérkeznének. Engedje meg, hogy az ön pártelnöke Gyurcsány Ferencet idézze. Mit mondott az önök pártelnöke egy pár nappal ezelőtt? Az unió azt mondta, akkor kaptok pénzt, ha felszámoljátok a NER-t. Csak ez bele van öltöztetve ilyen jogi köntösbe. Ezt mondta szó szerint. Valójában az unió azt mondta, hogy akkor kaptok pénzt, ha felszámoljátok a NER. Csak ez bele van öltöztetve egy ilyen jogi köntösbe. Szóval értjük, hogy miért akarják ezt. Egyrészt azért, mert Brüsszelben irányváltást akarnak a magyar háborúval kapcsolatos politikában. Másrészt meg azért, mert maguk kormányváltást akarnak, és ezt a brüsszeli pénzek visszatartásán keresztül akarják elérni. A Nézőpont Intézet elemzője a Kossuth Rádióban azt mondta, Gyurcsány Ferenc fordítva ül a lovon, és arra játszik, hogy az unióval karöltve közösen gyengítsék.